szabad, ugye? Persze. Ó, hát jó, jó van, hogy megtettem, csak károkodni a szépen. Na. Hát sajnos csak rendes tó van nálam. Tiszta? Persze, persze. Ördög, ördög, szíros faszú ördög. Köszöntjük a konferenciát! Én is szeretnék! James Tyler! Thank you.
Szabó Rozália. Ez is megint. Hát az anyukám már. Ja, várja, fasz vagyok az én árnyékom, bocsánat. Ne, engem nem zavar, csak a, benne volt az árnyékom, bocs. Ah, oda mész, ha akarsz, hát figyelj, de ez az. Ilyen nincsen itt nálam. A mestert
sokat kérdezgették a Taóról, de ő nem felelt. Csak a hívei ujjával felfelé bökött. Látva ezt egy ifjú tanítvány, utánozni kezdte a mestert, és ő is hívei ujjával mindig felfelé bökött. A mester odarohadt hozzá, és elvágta a hívei ujját. A tanítvány sírva ordibálva elszaladt, majd a mester utánozott, és megállította, és az ujjával felfelé bökött. Ekkor a tanítvány elvilágosodott. A második és rövid. Tudod, egyiket a Máriás Bélában, a másikat meg a Valentinnek mondott. Nők vérébe zárva. A hold sötét oldalán. Nők vérébe zárva. Minden nap. Harcnak beesett fényében küzdött. Itt már nincsenek szabályok. Itt már nem lehet engem kategorizálni. Végérvényesen képültető bónus vagyok. A beavatás csillagában elindulva. Tudok látom magamból az időt, a tengert. Arcotok sokat cserélt álcaid. Mintha az óceánra szavaznék. Imádom az élet ösztön, hogyha utasként érkezne meg, és egy partra vetett szertől kapok meleg menedéket. Nők vérébe zárva, égő tükrök között újra látással, Európa leszáll. A születés titkát elmesélni éppen, de csak az idegek súlyos arcát. Nők vérébe zárva, égő tükrök között elakadozva. Egy templomból kijövet érzem, hogy a lelkem megvált. Szakadémis vagy valahol részéről érezett, hogy a mondani